Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez a Start, és talán már önök is hallották a következő témánkat, vagyis, hogy nem támogatta az illetékes bizottságban a nemzeti minimum gyermekéhezésre, illetve gyermek étkeztetésre vonatkozó, előzőleg egyébként konszenzusosnak tűnő tervezetét, ugyanis szerintük az ellenzéki pártok rátelepedtek. Szél Bernadett a vendégünk, ő az LMP társelnöke, és hogyha jól figyelem, akkor ebben az értelmezésben az egyik rátelepülő is, ugye? Jó reggelt kívánok! Hát épp ezért gondoltam azt, hogy most van az a pont, amikor azt kell mondani a kormánypárti honatyáknak és honanyáknak, hogy ha tényleg mi zavarjuk őket ebben az egész történetben, akkor tessék, vigyék. Vegyék a nevükre, alakítsanak szabad csapatokat, álljanak össze, adja be a Fidesz a KDNP-ben, vagy magába a KDNP, nekem teljesen mindegy. De utána szavazzák is meg, és azért tegnap levelet is írtam, nyílt levelet Harag Péternek, és utána meg az összes kormánypárti országgyűlési képviselőnek egy másik levelet, amiben felszólítottam őket, hogy itt egy olyan ügyről van szó, amelyben nem lehet egyszerűen erkölcstelen pártpolitikai csatározást folytatni, és ezért kérem őket, hogy itt ne habozzanak, ha tényleg fontos nekik az ügy, olyan fontos, mint például amennyire nekem fontos, akkor én belemegyek abba, hogy nem leszek aláíró, majd megszavazom, ha odáig jut a dolog, de adják be és csinálják meg. Ja, azt írja egész konkrétan ebben a levélben, hogy akkor tudják, mit lopják el. De hát ezt nem kell ellopni a kormánynak, mert hogy ha én jól láttam, akkor a Fidesz egyik országgyűlési képviselője épp úgy aláíró, mint ön meg más ellenzéki képviselők. Tehát semmivel, ez egy civil kezdeményezés, semmivel nem tartozik jobban az ellenzékhez, mint a legnagyobb kormánypárthoz ennyi erővel, vagy mégis? Ez alap, amit ön mond, tehát egy civil kezdeményezésről van szó, a civilek ezt lekodifikálták, magyarul törvény alakba öntötték ezt a kezdeményezést, és oda vitték szépen minden párthoz, hogy akkor vegyük. És körbeegyeztettek, igen, akivel lehet, sőt, Balogh Zoltán miniszterrel is egyeztettek, aki ugye illetékes ebben az ügyben ez a terület hozzátartozik. Én is úgy tudom, hogy a legmagasabb szintig voltak úgymond egyeztetések ezzel kapcsolatban. Viszont azért azt látni kell, hogy ami miatt én azt mondtam, hogy tessék, vigyék, az, hogy az elmúlt 5 évben azért én elég sok olyan példát láttam, ami arról szólt, hogy volt egy jó ellenzéki ötlet, beadtuk, leszavazták, és utána saját néven, nem tudom, egyéni képviselő indítványba fogták, beadták és megszavazták. De ez most még ráadásul nem is egy ellenzéki ötlet, ez egy civil ötlet. Hát abszolút, tehát ez tényleg így van, de itt mondom, az ügyet kell nézni szerintem, és annyira kritikán alulnak tartom azt, hogy amit Harag Péter csinált, már a bizottság ülésen ugye azt kommunikálta, hogy itt egy ellenzéki, nem tudom, mint az ellenzék zavarja a kormány és a civilek egyeztetését ebben a kérdésben, és hogy ez egy baloldali akció, stb. Tehát ott az ülésen már elhangzottak ezek a kritikák, és utána ugye ő bement a médiába, és folytatta ezt a diskurzust. És ezért mondom azt, hogy ennél lejjebb már nincsen. Tehát Magyarországon a politikusokat pontosan ezért tartják annyira a magyar választópolgárok egy nagy része, amennyire, mert semmit nem lehet ebben az országban normálisan elintézni. Én tényleg azt hittem, hogy a gyermekek étkeztetésének az ügy, tehát éhező gyermekekről van szó, és olyan várandós anyákról, akiknek van egy magzat a testükben, és nem tudnak eleget enni. Szóval ezeknek az embereknek az ügye, ez legalább egy minimális nemzeti, tehát egy nemzeti minimumot tud létrehozni, és egy olyan lehetőséget teremt minden pártnak, hogy kijöjjünk ebből a pártpolitikai, nem tudom, kritikából, amiben vagyunk, és azt mondjuk, hogy igen, hallgatunk a civilek hívó szavára, és egy irányba fordulunk. És ez volt az a pont, amikor Harag Péter elkezdte ezt a nagyon sajátos beállítását a történetnek, amikor azt mondtam, hogy ez tényleg a parlament nem működik. És akkor most mondtam azt, hogy láttuk az elmúlt évben, számos példa volt, nem tetszett nekik, amit az ellenzék csinált, vegyék a nevükre, hátra kell lépnünk, adják be, de csinálják meg. És egyébként mindenki vonja le a következtetést ebből az egész ügyből, hogy tényleg még egy ilyen úgymond szent ügy érdekében sem képes Harag Péter és csapata belátást gyakorolni, és azt mondani, hogy igen, ebben az országban, a 21. században ez egy nemzeti minimum, hogy várandós nők és gyermekek ne éhezzenek. Az pedig, bocsánat, csak hogy az ő magyarázatuk mi, mert az is érdekes, hogy ők igen, ezt jó? Akartam éppen mondani, igen, hogy ők azt mondják, hogy azért nem akarják most ezt a határozattervezetet aláírni, azon kívül, hogy ezt szerintük az ellenzék fogalmazta, mert hogy egyébként ők már sok mindent megtettek ezen a téren, és eredmények is látszanak. Ezzel kezdtük, tehát a bizottság ülésen azért egy olyan hangulat volt, ami tényleg ahonnan mi elindultunk, az egy ilyen konszenzuskeresés volt. Hogy igen, van egy út, ebben valamilyen irányban van egy haladás, tehát jó irányban van haladás,
és hogy ez maga, ez a határozati javaslat, ez arról szól, hogy kötelezettséget vállal a mindenkori kormány, hogy a költségvetésben lesz erre elég pénz, erre a célra. Miért mondja Selmeci Gabriella, hogy ezt az ellenzék fogalmazta, ezt a javaslatot? Ezt nem tudom, tehát ez nem igaz. Tehát nem tudok mit mondani, hát, mint hogy az sem igaz, hogy ellenzéki akcióról van szó. Tehát ez megint az a fajta arrogancia, ami meg az a gőg, amit már megszokhattunk, hogy semmit nem tudnak elfogadni, szerintem, ami nem a saját tollukból jön. Akkor beszéljünk arról, ami saját eredmény a kormány szerint. Ugye azt mondja Arach Péter is, hogy ők nagyon sok intézkedést tettek már a gyermekéhezés felszámolása érdekében. Megduplázták a gyermekétkeztetésre fordított összeget az elmúlt 5 évben. Ma már az óvodások és bölcsődések 90%-a ingyen étkezik, és további bővítésén dolgoznak ennek a programnak. Hát, nézzük akkor a másik oldalát ennek a történetnek, mert azért azt is látni kell, hogy 50 ezer gyermekről beszélünk, aki minden nap éhezik, de körülbelül 200 ezer érintett gyermek van, aki krízis éhező, és itt belejátszik ebbe a történetbe, hogy nem elég azt mondani, hogy tanítási napokon ingyen kapnak enni ezek a gyermekek, hát az év felén van tanítás, tehát konkrétan 180 napról beszélünk, és mi van a többi, másik 180 nappal, mi van a hétvégékkel, a nyári szünettel, a elég hosszú nyári szünet, téli szünet, és itt tényleg arról van szó, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ez így maradjon. És ezért kell, azt mondták, hogy megduplázták a pénzt, most akkor szerintem még egyszer meg kell duplázni, mert ugye most 60 milliárdon a költségvetésben, 170 milliárd van, tehát 140-re lenne szükség. Körülbelül. Mi van pontosan ebben a határozat tervezetben, ami már több lehet annál, mint amire a kormány maga is készül, vagy hajlandó? Ugye, mint mondtam, a pénz nem elég, tehát az a pénz, amit most erre a kérdésre szántak, az nem elég. Én értem, hogy Orbán Viktor, amikor bement a Kossuth Rádióba és a szokásos interjújába elmondta, hogy szerint ezzel ugye az, hogy az intézményekben ingyenessé tették az étkezést, ezzel zárójelbe, így fogalmazott a miniszterelnök, zárójelbe tehetik a gyermekszegénység kérdését. Tehát ebbe két csúsztatás van. Az egyik az, hogy nem járunk iskolába, óvodába minden nap az év során. Igen, de a kormány ezt már bejelentette, talán ezt értette Arach Péter is a program kibővítésén, hogy dolgoznak azon, hogy a szünidő is jusson étkeztetés a rászoruló gyerekekre. És mennyi időbe fog kerülni az a munka, amíg eljuttak odáig, hogy ez megtörténjen? Tehát itt nem, tehát itt ez egy megkésett intézkedés, amit persze, csinálnak. Hogyha elfogadnák a nemzeti minimum határozat tervezetét, ahhoz ugyanúgy idő kell. És december 15-ig kértük, ugye ez van a határozat javaslatban, hogy dolgozzák ki, 3 éves terv van benne, az szerepel benne, hogy a nemzeti minimum napjának nyilvánítjuk szeptember 26-át, azt a bizonyos napon, amikor a művészek kiálltak az arénába, és egy komoly koncert sorozat volt gyakorlatilag az éhező gyermekek megsegítéséért, és előtte felülvizsgáljuk a helyzetet, tehát minden évben lenne egy kötelező monitoring, hogy hol tartunk egész pontosan, és ami a legfontosabb, hogy ott lenne az elegendő pénz minden évben a költségvetésben, ami most nincs ott. És itt azért látni kell, hogy itt pénzkérdésről is van szó, mert hiába mondja a miniszterelnök úr, hogy szerint ez zárójelbe lehet tenni, nem lehet. Két dolog miatt. Egyrészt nem elég a pénz, ami most van, tehát még kell pénzt adni. A másik pedig az, hogy a gyermekszegénységnek a nulladik lépése a gyermekéhezés megszüntetése. És azt is látni kell, hogy alapvetően azért is gondolom azt, hogy tényleg egy minimumról van szó, egy nemzeti minimumról, mert ez egy tüneti jelenség, hogy gyermekek éheznek. Miért éheznek a gyermekek? Mert a szüleik nem tudnak neki enni adni, mert maguknak, tehát hogy a várandós anya magának nem tud enni adni. Tehát mindenképpen a dolgozói szegénységnek a megszüntetésére irányába vezet az alapos út, tehát amiben keresztül ezt a jelenséget végre meg tudjuk szüntetni. Hát olyan, akik azt mondják, hogy a gyermekszegénység mint olyan értelmetlen fogalom, mert a gyermek nem önmagában szegény, a családok szegénységéről lehet csak beszélni. Ezt mindig én is el szoktam mondani, hogy igen, az LMP ezért nyújtotta be azt a javaslatcsomagját, tehát amiben ott van a, nem tudom, 1500 milliárdos átrendezés, ami arról szólt volna, hogy ez alapjaiban változzon meg ez a helyzet. De a Fidesz erre nem volt hajlandó. Ezért is volt racionális a civileknek a kezdeményezés, ami arról szólt, hogy ha már nincs konszenzus, ugye, vagy nincs elmozdulási hajlandóság a Fidesz részéről az adórendszer és a bérek stb. Megváltoztatása irányába, akkor legalább annyi legyen, hogy akik most pillanatnyilag egy ilyen borzalmas helyzetben vannak, nekik jusson segítség minden évben. Tehát ez tényleg egy minimumról van szó. Emellett természetesen minden pártnak nyilván vannak javaslatai arra vonatkozóan, hogy hogyan kell a helyzetet alapjában megváltoztatni. Erre láthatóan a kormánypártoknak nem fűlik a foga, tehát ők ragaszkodnak ahhoz a szerintem fideszes áruláshoz, amelyben gyakorlatilag lemondtak az ország nagy részéről, kisbéren és függőségben, kiszolgáltatottságban tartják az embereket, és van egy nagyon kicsi része az országnak, aki meg különböző kedvezményeket kap, és ezért cserébe gyakorlatilag dolgozhat, de
ugye ők hát mondjuk a különböző kedvezmények tekintetében maradunk a családi kedvezményeknél, akkor azt mindenki kapja, akinek gyermekei vannak, és ezen a rendszeren már az eredetéhez képest is változtatott a kormány, hogy a kisebb jövedelműek is nagyobb mértékben ki tudják használni ezeket a kedvezményeket. Igen, szokták mondani például a kétgyermekeseket is, de ugye az is egy érdekes történet, mert ugye azt ígérték, hogy 2016-ra minden kétgyermekes család megkapja, most ott tartunk, hogy 2018-ra egy kiterjesztő rendszerben fokozatosan kapják meg a kétgyermekes családok. Tehát én tényleg nagyon vitatom azt a beállítást, hogy ők mennyire családbarátak, mert hogyha azok lennének, akkor pontosan tudnák azt, hogy még mindig a második gyermekért küzdünk ebben az országban, és ez nagyon aktuális. Azt hiszem, holnap fog elkezdődni ez a demográfiai konferencia, ahol azt hiszem Orbán Viktor ugye a fővédnök ennek a rendezvény sorozatnak, és miniszterek lesznek ott, beszélgetünk, vagy beszélgetnek az ott lévők a demográfiai kérdésről. Csak hogy itt Magyarországon, és itt van számomra a nagy kérdés, hogy hogyan gondolja azt a kormány, hogy folyamatosan beszél a családokról, de itt van egy nemzeti minimum javaslat az éhező gyermekekről, ezt nem vállalja föl, nem szavazza meg, tehát a gyors segítséget sem adja meg, és mellette gyakorlatilag semmilyen olyan kezdeményezésben nem partner, ami arról szólna, hogy ténylegesen változtassunk azon a nagyon igazságtalan helyzetet, ami most van Magyarországon. Na most annak, hogy ezt nem szavazták meg, ha jól értem Harrach Pétert, akkor politikai oka van, nem akarják feladni az ígyszert a baloldalnak, de azért nem tudom követni ezt a logikát, mert azt gondolnám, hogy az ígyszert azzal adják föl, hogyha nem szavazzák meg ezt a javaslatot, sőt nem engedik, hogy az országgyűlés egyáltalán tárgyaljon róla, hiszen akkor azt mondhatja az ellenzék, mondja most például ön is, hogy a kormány nem partner a gyermekek és a családok szegénységének felszámolásában. Ellenkező esetben, ha támogatnák ezt a javaslatot, akkor azt mondhatnák, hogy ők mindenben partnerek, láma civil szférával remekül együtt tudnak működni, és azon kívül a kormány még tesz ezt és ezt és ezt a családokért. Mi lehet itt az, amitől ők mint kampányelemtől tartanak magától a szeptember 26-ától? Tehát attól, hogy legyen egy nap, amikor majd mindig arról lesz, hogy szegénység van az országban? Vagy attól, hogyha van egy folyamatos monitoring, és majd ez adja a muníciót, hogy lehessen arról beszélni, hogy szegénység van az országban? Mit gondol? Én egy kicsit úgy látom ezt az egész helyzetet, hogy kettő dolgot látok egyszerre ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ez a kormány ez soha nem volt abban partner, hogy a dolgokat olyannak lássuk, amilyenek. Tehát például beszéltünk, hogy a gyermek prostitúció kérdéséről, hogy prostitúcióba kerülnek gyermekek, tagadták ezt a jelenséget. De Magyarországon ilyen nincsen. És ugyanez van, hogy az éhező gyermekekkel kapcsolatban mi mindent megtettünk, amit lehet. A gyermekek kvázi nem éheznek ebben az országban, mert van, nem tudom, ingyen tankönyv, még ilyen is elhangzott, meg ingyen étkezés, meg közmunka, és a többi. Tehát egyszerűen ők nem képesek szembenézni a valósággal. El tudom képzelni, hogy Harrach Péter egy olyan tudatállapotban van, amikor már egyszerűen nem képes a valóságot olyannak látni, amilyen az. Ebben kellene nekik nyilván segíteni, de hát civilek ezt megpróbálták, de szakemberek javaslatát tették le az asztalra, tehát ez nem egy légből kapott szám, hogy 50 ezer gyermek éhezik, 200 ezer gyermek meg krízis éhező, hanem ez egy pontos adat, arra vonatkozom, milyen helyzet, de ők ezt nem kívánják látni. A másik pedig sem is azt tudom mondani, hogy beigazolódott az, hogy a hatalmi arrogancia az Magyarországon most már teljesen egy abszolút dráma kategóriájába sodorja. Nem tudok arra, amit mondani, hogy éhező gyermekekről és várandós édesek, az a KDNP, aki egyik pillanatban tényleg kiáll a magzatokért, a gyermekekért, a családokért, stb. A másik pillanatban azt mondja, hogy ha van egy ilyen konkrét dolog, amit meg kellene szavazni, és azt mondani, hogy igen, ez mostantól járjon, azt mondja, hogy nem, mert ez egy ellenzéki akció. Szerintem ez a teljes tudathasadás állapota, és ez egy olyan hatalmi arrogancia, ami idegesítő az egyik oldalról. Másik oldalról szerintem viszont az a legerkölcsösebb megoldás, ha azt mondjuk, hogy igen, tehát mi zavarjuk önöket, vegyék a nevükre, adják be, és én most fogok arra nagyon kíváncsi, hogy Harrach Péter megcsinálja-e. Mert hogyha tényleg arról van szó, hogy ő ezt egy ellenzéki akciónak látja, akkor itt a lehetőség, én nyílt levelet írtam neki, mondja azt, hogy én Harrach Péter, akkor ezt beadom, gondoskodom róla, hogy a frakció megszavazza, hogy a frakciószövetségben vannak a Fidesszel, lobbizok azért, hogy ott is meglegyen, mossuk le a, nem tudom, a bélyegét annak, hogy itt bármiféle baloldali kezdeményezés lenne ezen az egészen, én vállalom azt, hogy alá se írom, megszavazom, ott vagyok a parlamentben, megszavazom, de csinálják meg, tehát tényleg csinálják meg. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.